Köszöntöm Önöket, a Weekend című műsorunkat látják. Arany minősítést kapott előadásuk, és meghívták az Országos Diákszínjátszó találkozóra Gyoma Endrődre, a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola Zsölye csoportját. A színjátszó csoport Hullám című darabját láthatták az Ode Észak-Alföldi találkozóján a múlt hétvégén. Ebből láthatnak egy kis ízelítőt. Jó estét, sziasztok! Ez itt most játékban egy tetszőleges magyar középiskola. Ők a diákok, én pedig egy tanártal, akik a Baholy Pávoda is. Ő most játékban a testvérem, akivel nagyon szeretjük egymást. Menjünk együtt haza! Bocs, de valakinek barátai is vannak. Vicces vagy. Hát így évődünk mi aranyosan. Azért ez nem lesz mindig így, majd meglátjátok, meglátják. Jutka az iskolai kaszagot játsza. Kicsi, de jelentős szerep. Kicsi, de jelentéktelen. Szívesen csinálom, meg bérlek titeket. Autokrácia, vagyis önkényuralom, egyeduralom. A kifejezés köré épült a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola Zsölye csoportjának előadása az Országos Diákszínjátszó Egyesület nyíregyházi találkozóján. Az intézmény keretein belül alakult csoport, a Zsölye Színkör, már 2 éve aktív. Nyíregyházi színjátszó és színházkedvelő fiatalokból áll, 14 középiskolás tanuló a tagja, főleg 10-esek és 11-esek, akik tanulmányaik mellett hetente 1-3 órás próbákra találkoznak. Sziasztok, ügyetek! Tudja valaki közületek, hogy mi az az autokrácia? Na, mi az az autokrácia? Autokratikus államforma. Ádám? Diktatúra. Diktatúra, oké. De mi az, hogy diktatúra? Tudná valaki definiálni? Mondjuk Liza? Definíciószerűen. Nem tudom. Akkor Andi? Passz. Valaki. Valaki. Na, Vikre, te mit gondolsz erről már? Lövésem sincs. Nem az, amikor egyetlenben valakodik a tömeg fele? Majd. Maga a szó görög eredetű. Az autoknak a jelentése önmagát kormányzó. Az autokráciában valaki vagy egy erős érdekcsoport olyan mértékű hatalommal rendelkezik, hogy tetszésük szerint irányíthatják a történet. A darabban a tanárnő nem a hagyományos megközelítést választja arra, hogy a diákok megtudják, mit akar az önkényuralom. Azt akarta elérni, hogy a tanulók saját bőrükön tapasztalják meg. Először csak lelkesek a diákok, hallgatnak és figyelnek a tanárra. Ez az összefogás már annyira kihat a közösségre, hogy egyenruhát kezdenek hordani. Pár nap után az osztály minden tagjának fehér ingben kell iskolába járni. A következő nap egy nevet is kitalálnak maguknak. Ők lesznek a hullám, és egy saját köszönést is kitalálnak. A történet talán itt kezd durva cselekménybe fordulni. Vannak ugyanis olyan diákok, akik nem hajlandóak felvenni az egyenruhát és egységesen köszönni. Ők persze kevesebben vannak. A fehér ingesek elkezdik kirekeszteni őket, ezért az iskola vezetőségéhez fordulnak. A darab utolsó jelenete egy gyűlés, ahol az autokráciát oktató tanárnő, a fehér ingesek és az iskola vezetése is részt vesz. A tanár ekkor szeretné leállítani a csoportot, bebizonyítva ezzel azt, hogy már pedig diktatúra bármikor kialakulhat, akár a jelenkorban is. Van azonban egy diák, aki annyira görcsösen ragaszkodna a csoporthoz, hogy végül öngyilkos lesz, mikor megtudja, hogy a csapatnak vége is csak egy kísérlet volt. A társadalmi berendezkedések közül a diktatúra volt a középpontban, aminek én voltam a projektvezető tanára, és megismerhettük a diktatúrának az előnyeit és hátrányait is, tehát hogy pozitívként például nagyon, nagyon átélhettük ezt a közösségi hatást, és tényleg nagyon egybe volt a csapat, a darabon kívül is egyébként. Viszont a negatív tapasztalatok még jobban előjöttek a legvégén, mert nagyon elfajult az egész szituáció. Nekem nagyon szimpatikus volt már az elején is a darab, nem ismertem a történetet, viszont egy film alapján készült, annak is az a címe, hogy a Hullám, és egy német film, és tényleg már mikor először megtartottuk az első olvasópróbát, már akkor nagyon szimpatikus volt, de szerintem nem is csak nekem, hanem az egész csoportnak, szóval már az elején eldőlt, hogy akkor ezzel nagyon szívesen fogunk dolgozni, és igazából, mivel konkrétan velünk egyidős embereket játszottunk, így könnyű volt belehelyezkedni a karakterünkbe. Legalábbis a diákoknak, ugye én egy tanárt játszottam, de mivel mi is sok tanárral vagyunk kapcsolatban a mindennapokban, így sikerült.
nagyon jól éreztük magunkat a próba folyamatokban. Hát a végén nagyon, nagyon brutális volt, mert így tényleg konkrétan másfél hétig minden nap próbáltunk körülbelül, de nagyon jól éreztük magunkat, tényleg nagyon jól összerázódott a csapat. Ugye voltak szereplők, akik még ebbe az évbe érkeztek hozzánk a kis színjátszó csoportunkba, de nagyon, nagyon jól összerázott a próba folyamat, és igen, körülbelül 3-4 hónapot foglalkoztunk vele úgy intenzívebben, és ennyi idő alatt sikerült így összerakni. Én igazából már 7 éve kezdtem ezt a színjátszó csoportba való részvételt, 10 éves voltam, azt hiszem, és hát igen, ugye ez a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Intézménynek a keretein belül zajlik, és hát mikor még ide kerültem, nem voltak vele nagyon konkrét ambícióim, viszont azóta azért kialakultak fontos célok, amiket remélem, hogy meg is tudok majd valósítani a közeljövőben. Szeretnék gimnázium után például színművészeti egyetemre menni, és hát színésznek tanulni, és igen, ezen a pályán szeretnék elhelyezkedni. Már több éve Mendler Mónika a rendezőnk, és nagyon jól ki tudja hozni az emberekből igazából, amit lát és érez bennük, és szerintem nagyon sokat fejlődtem ennyi idő alatt, de hát ugye természetesen az életkoromtól függően is ez ugye várható volt, de tényleg hát sokat fejlődtünk. Kuszki, te vagy az? Igen, én vagyok. Én vagyok találni testőre. A testőre? Maga a vezérünk. Nem mondhatom, hogy bármi baja történjen. Mégis mi bajom történne? Túl fontos emberet. És néhány személyek nem tetszik, hogy talán ő kezébe vette a dolgokat. Jobb lesz vigyázni. Tudom, hogy kell magának testről. Kedves, hogy aggódsz értem, de nem hiszem, hogy bárki veszély fenyegetne. Most már nem szivatnak, nem gúnyolnak ki. Ki? A többiek. Amióta a hullámon éltem, mert először érzem, hogy tartozom valahova. Végre részt sem vettem valami igazán fontosnak. Szeretném megvédeni. Jó, rendben, majd megbeszéljük, de most menj haza, jó? Minek? Otthon lesz a szalnak. Ha gondjaid vannak, nyugodtan megkeressed, de testőre nincs szükség. Ezzel a csapattal második éve dolgozunk együtt, és tavaly egy szerkesztett műsort adtunk elő, és már akkor megfogalmazódott a gondolat a gyerekekbe, hogy mi lenne, hogyha jövőre egy teljes darabot, amit elejétől végéig egy megírt drámát adnánk elő, és akkor ők ki tudnak próbálni magukat, ugye, hogy egyetlen egy figurát hoznak a elejétől a végéig. És akkor én már tavaly májusban elkezdtem keresgélni, és azt hiszem filmformátumban találtam rá erre a darabra, Hullám címmel, egy német film, és utána rájöttem, megtaláltam ugye az interneten, hogy Tasnád Istvánnak is van egy változata, amit színpadra szánt, és akkor így ezt megtaláltam, bevittem nekik, és teljesen el voltam gájulva tőle, úgyhogy így találtuk ezt a darabot. Ötletből nem volt hiány, tehát záporoztak az ötletek, főleg az ilyen poénos, inkább lenyírbálni kellett ezeket, hogy azért nem kell ennyi bele, mert ez azért komoly történetről van szó. Úgyhogy mentünk végig, először ugye végigmentünk az olvasópróba folyamaton, akkor lehetett mondani az ötleteket. Több jelenetet kivágtam, illetve átírtam benne. A végéről is hiányoznak dolgok, amit megírta a szerző, de gördülékenyen ment, és nagyon jó ötleteket hoztak a srácok is. Aktuál politikai részeket írt bele az író, de azt én úgy, ahogy van nagyjából, tehát hogy valamennyit muszáj volt hagyni az érthetőség miatt, de azt kiszedtük belőle. Viszont ez egy értelmes társaság, tehát a Krudiból, Kölcseiből vannak túlnyomó részt a diákok, és velük aztán már komolyan lehet beszélgetni, tehát 11-esek legtöbben, 10-11-esek, és velük aztán lehet, úgyhogy azzal kezdtük, hogy ezt átbeszéltük, ezt a folyamatot, és nem kellett magyarázni nekik a diktatúra fogalmát, vagy a nácik fogalmát, úgyhogy nagyon értő csapat ez ehhez a darabhoz. A darabot még biztosan láthatja a közönség a Határtalan Színjátszó Fesztiválon májusban Nyírbátorban, valamint a Hullám című előadás aranyminősítést kapott a régiós találkozó Nyíregyházán, és meghívták a Gyoma Endrődi Országos Diák Színjátszó Fesztiválra április közepére. Erre az alkalomra olyan előadásokat válogatnak a szervezők, amelyek a közösség erejét, a közösség élményét tudják bemutatni a színház eszközeinek segítségével.
József Attila születésnapja, április 11-e, a Magyar Költészet napja. A jeles napra a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár is készül. Tomaszowski Anita, a könyvtár igazgatója vendégünk. Szia Anita, jó estét! Szia, köszöntöm a nézőket! Hát nyilván a kultúra napja ugye számotokra egy kimagaslóan fontos nap, és nyilván nem csak egy napról szól mindez az elhivatottság, hanem az egész évre jellemző, de hát mégis ilyenkor tematikusan sok-sok érdekesség vár a könyvtár látogatókra. Akkor egy pici ízelítőt, vagy egy kis, nem is tudom, kedvcsináló beszélgetést kerekítsünk. Mi mindenre várjátok az olvasókat? Így van, április 11-e alkalmából a Költészet napjára egy közösségi élményre invitáljuk az olvasónkat, olvasóinkat. Elhelyeztünk a kölcsönző térben egy papírusz tekercset, és azt szeretnénk, hogyha közösen az olvasóinkkal, látogatóinkkal megírnánk Nyíregyháza leghosszabb versét. Már vannak érdeklődők, és köszönjük szépen a sorokat, melyeket feljegyeztek ebbe a papírusz tekercsbe. Illetve április 11-én zenés költészet napi programmal várjuk a vendégeket. Karab Zoltán és Bartusz Zoltán zenészek lesznek a vendégeink április 11-én 11 órától. Délután 14 órától pedig lesz egy könyvbemutató ezen a napon. Hagyományosan minden évben a költészet napja alkalmából nálunk rendezzük meg a nyugdíjasok szokásos szavalóversenyét, melyet zsűrizünk, illetve hát az egész áprilisi hónap a költészetről szól. Ezt ajánljuk a olvasóinknak. Van egy külön nincs időm olvasni kihívás, Facebook kihívás Szabados Ágnes jóvoltából, és ezt minden hónapban mi is ajánljuk az olvasóinknak, és az, ugye a mostani havi téma az a költészet napja, hogy olvassunk minél több verset, vegyünk elő egy-egy szép verses kötetet. Egy picit visszakanyarodnék, visszatekernék a papírusz tekercsre, mert ez teljesen megcsikolta az én fantáziámat. Ez milyen hosszú? Mert hogyha most mondjuk ma este itt látják a nézők, és akkor özönlenek majd, és mindenki hosszú sorokat fog kreálni, akkor nem tudom, hogy milyen hosszú lesz, lehet, hogy egy ilyen eposz jellegű történetet kerekítenek ki a végén. Szóval mennyire vagytok felkészülve a... Úgy emlékszem, hogy egy 10 méteres papírusz tekercset vásároltunk, úgyhogy felkészültünk. Akár a másik oldalára is. És akár a másik oldalára is lehet. Hát természetesen nem mindenki tud saját verset írni, hát nem várjuk el, hogy költeményeket, de ha kedvenc versidézetet jegyzi fel, azt is nagyon köszönjük. Ugye nálunk van a Kamaszterasz, tőlünk indult ez a kezdeményezés, és ők is szívesen írnak ebbe a papírusz tekercsbe. Én úgy gondolom, hogy az egyik legjobb helyszín például, hogy az ember kortárs írókkal vagy költőkkel találkozzon, az maga a könyvtár. Milyen gyakran keresnek meg titeket mondjuk olyan költők, akik tényleg szeretnének face-to-face találkozni az olvasóikkal? Szerencsére vannak helyi költők Nyíregyházán, a megyében, és elég aktívak, tehát gyakran jelennek meg verses köteteik. Nagy Zsuka költőt ugye nem kell bemutatnunk senkinek, egy sikeres NK pályázatnak köszönhetően sikerül majd az ünnepi könyvhétre kiadni egy verses kötetét, ezt majd az ünnepi könyvhét alkalmából mutatjuk be, de Kürti László is gyakran megfordul a könyvtárunkban, és ő hozza magával a országos elismertségű költőket, a költői est, költők egymás között est keretében, úgyhogy van igény a költészet jobban megismerésére, és ez főleg zenés műsorokkal párosítva nagyon népszerű a könyvtárban. Ugye nagyon fontos, hogy olvasóvá neveljük a gyerekeket, és talán nekik még lehet, hogy egy kicsit több idejük is van arra, hogy a könyvtár nyugalmas csendjében egy picit elmélyüljenek, vagy akár zsibongjanak, mert hiszen erre is van lehetőség. Az ő számukra a tavasz mit kínál? Elsősorban a kisebbeket a Csiriptanyán várjuk,
kézműves foglalkozással. Ugye van egy havi témaajánló, ez elsősorban a tavaszi kézműves foglalkozás jön a húsvét, arra készítenek különböző ajándékokat, kézzel készített húsvéti dolgokat, valamint hát a gyermekkönyvtárunk, az az alapja a gyermekek olvasóvá nevelésének. Ott is havi programajánló, témaajánló van óvodásoknak, iskolásoknak, megadott tematika alapján, szintén ugye áprilisban most a húsvét a téma, illetve a közelgő anyák napja is. Erre kínálunk programokat, gyermekkönyvtárunkban a Cseperedő Klub is minden hónapban várja most már nagy érdeklődéssel, a Cimbora Klub is, folytatjuk a Minden Tudás Könyvtára gyerekeknek című ismeretterjesztő előadás sorozatunkat, a nagyobbakat ugye várja az ifjúsági térünk, most terünk, most nyílt április 3-án Anna Frank vándorkiállítás. Úgyhogy az is ebben a hónapban még megtekinthető, és a felnőtteket is különböző író-olvasó találkozókra, könyvbemutatókra és kiállítás megnyitókra várjuk egész hónapban. Hát Anita, köszönjük szépen, aki pedig ezt nem tudta megjegyezni, annak javasoljuk, hogy böngészze a könyvtár weboldalát, mert ott minden napra kész információt megtalál. Mi pedig, ha már itt a gyerekekről beszéltünk, egy elmaradhatatlan és gyerekek által nagyon-nagyon kedvelt helyszín ugye a cirkusz. Ismét Nyíregyházára érkezett a Magyar Nemzeti Cirkusz, a következő percekben ízelítőt kaphatnak az előadásukból. A Richter család immár 8. generációs artista dinasztia. 2018-ban a Monte Carlo-i Nemzetközi Cirkuszfesztiválon ifjabb Richter József feleségével együtt elnyerte a fődíjat, a cirkuszművészek Oscar-díjának számító aranybohócot. Szinte egész életemben erre a díjra készültünk, és ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy sikerült hazahoznunk az aranybohóc díjat, úgyhogy mint 4000 ember előtt léptünk fel, illetve a monakói hercegi család is ugye ott volt, és egy 6-tagú szakmai zsűri ítélte nekünk az aranybohóc díjat. 3 különböző produkcióval léptünk fel, és hát hazahoztuk a cirkuszművészek Oscar díjat. A Richter család nevével fémjezett társulat mára már garancia arra, hogy Európa egyik legszínvonalasabb klasszikus cirkuszműsorát élvezheti a nagy érdemű. A jubileumi gálaműsor alkalmával izgalmas és látványos showműsorával készül a társulat. A Magyar Nemzeti Cirkusz a Magyarország legnagyobb és legszínvonalasabb utazó cirkusza, és szinte hagyomány, hogy mindig így április elején Nyíregyházán lépünk fel, és idén elhoztuk a 25 éves jubileumi gálaműsorunkat, ami azért különleges, mert vannak benne olyan fellépők, akik már szerepeltek itt Magyarországon, és nagy sikert arattak, őket visszahívtuk, és olyan produkciók is láthatóak, amik először láthatóak itt Magyarországon, és külön öröm számomra, hogy több remek magyar artistát is sikerült a jubileumunkra elcsábítani. Tehát minden idők egyik legizgalmasabb és leglátványosabb showműsorával készülünk. Újdonság, hogy az a Simet László is fellép, aki a londoni olimpia záró ünnepségén is szerepelt, vidéken pedig most először láthatják őt a nézők. László is az Astronauták a 10. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál Ezüst Piero díjas produkciójával érkeztek Nyíregyházára. A hamisítatlan cirkuszi hangulatot a Nemzeti Cirkusz 8-tagú fúvós zenekara teszi teljessé, akik a cirkusz megalakulása óta minden előadást élőben kísérnek, legyen szó bármilyen műfajról.
A Magyar Nemzeti Cirkusz híres az állatos számairól. A mostani előadáson is láthatók afrikai elefántok, pupos tevék, zebrák és lovak. A Magyar Nemzeti Cirkusz köztudottan egy állatbarát cirkusz, és hosszú évek óta azon dolgozunk, hogy bebizonyítsuk, hogy a cirkuszban lehet jól is tartani az állatokat. Itt bárki, aki itt elsétál napközben a cirkusz mellett, láthatja, hogy hatalmas kifutókban vannak az elefántok, pupos tevék, tehát bárki megnézheti az állatokat, meg is etetheti őket, és azon dolgozunk, hogy bebizonyítsuk, hogy valóban a cirkuszban lehet jól is tartani az állatokat. Emiatt létrehoztunk egy külön oldalt is, ahol folyamatosan fényképeket, videókat töltünk fel az állatok mindennapjairól is. A harmadik országos középiskolai rendészeti csapatverseny régiós válogató versenyen 17 csapat közül lett a legeredményesebb a Máté Szalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma, és nagy szerencsém van, hiszen a csapat tagjait és felkészítő tanárukat itt köszönhetjük a Weekend stúdiójába. Palai János, mint tanár úr, vesz részt a beszélgetésben, és Farkas Regina, Lakatos Attila és Nyeste Alex pedig, akik ugye a csapat osztopos tagjai voltatok, lehet ezt mondani? Igen. Hányan voltatok egyébként ebben a szuper csapatban? Négyen. Hát szegény negyedik játékos majd a következő megmérettetéssel reméljük, hiszen ugye ez tulajdonképpen egy olyan verseny, aminek még nincs vége. Mit lehet magáról erről a versenyről tudni, és mennyire nagy eredmény, hogy a csapatotok bejutott a döntőbe? Országos döntőbe. Ez egy rendészeti csapatverseny, rendészeti iskoláknak, ahol ez az ágazat folyik, ez a képzés. Ez egy kétfordulós verseny, volt egy regionális válogatóverseny Miskolcon, itt a környező megyékből hívtak meg iskolákat, és ezen a versenyen sikerült első helyezést elérnünk, így jutottunk az országos döntőbe. Na hát ez még ugye előttetek van. Igen. Ilyenkor egy picit másképp kell erre készülni, lehet-e valamit sejteni arról, hogy mondjuk milyen lesz az országos verseny, vagy gyakorlatilag a mindennapi ismeretek azok valószínűleg elegendőek lesznek, ha már egyszer ilyen sikeres volt ez a csapat? Igazából fizikálisan készülünk, inkább jobban elméletből nem nagyon tudunk készülni, igaz, azt az iskolába kapjuk, aztán ott. És milyen nyakatekert feladatok vannak? Hogy kell ezt elképzelni a nézőknek? Ugye tehát ti rendőrök vagytok, ugye föl kell készülni a legváratlanabb, legizgalmasabb helyzetre, és gondolom, hogy most erről kell majd tanúbizonyságot tenni a versenyen. Van egy fizikai része, ahol fekvőtámasz, felülés, helyből távol függeszkedés van, utána van egy 2000 méteres futás, akadálypálya, van rendőri feladat, ahol fel kell öltöztetni egy bábút, meg van adva, hogy nyári gyakorló ruházatba, egy BV-s feladat, ahol be kell rendezni egy zárkát, szekrényt, megkeresni a tiltott tárgyakat, lövészet van még, egy elméleti résszel kezdjük mindig. Teszkitöltéssel. És általában a csapatban mindig vannak lányok, Regina, vagy te ilyen fehér ollónak számítottál? Hát kevés csapatban voltak lányok, viszont hát inkább a fiúk jelentkeznek. És mondjuk itt a verseny során voltak kifejezetten olyan feladatok, amik neked személyre szabottan jobban mentek, vagy ilyenkor tényleg egy nagy csapat játék folyik, és nem számít, hogy ki a fiú és ki a lány, hanem egy emberként harcoltok. Egy emberként.
Az jutott eszembe, ha már itt most megkérdezhetem tőletek, ugye nyilván a rendőr, mint szakma nagyon sokáig népszerű volt, de azért most talán volt egy hullámvölgy, ugye már valóban a nyugdíjkorhatár kitolásával. A ti életetekben mi volt az, ami mégis arra ösztönzött, hogy erre a pálya felé induljatok el? Hát igazából nekem ez volt az álmom, aztán szeretném valóra váltani. Hát én kitartok a céljaim mellett, aztán meglátjuk, hogyan sikerül. És hol fogunk veled találkozni mondjuk 10 év múlva? Hogy tervezed? Valahol egy irodában kuksolsz, vagy? Közlekedésrendészetén szeretnék elhelyezkedni. Hát remélem nem fogok veled találkozni, mondjuk gyorshajtás miatt nem állítasz meg. És ti? Hát ez majd még eldől a későbbiekben. De én is inkább ilyen közlekedésrendészeten szeretnék elhelyezkedni. Én inkább iroda. Én úgy látom, hogy egyébként az a helyes rendőrlányok azok talán egy kicsit, hogy is mondjam, talán elfogadóbbak vagyunk, hogyha egy hölgy állít meg minket, úgy gondoljuk, hogy kevésbé szigorú, de hát lehet, hogy ez pont nem így van. Mikor kell drukkolni a csapatnak? Mikor lesz a döntő? Hát ugye ez a döntő 3 napos lesz, április 25, 26 és 27-én lesz Budapesten. Hát akkor gyakorlatilag itt azt gondolom, hogy szinte mindenről számot kell majd adni. Mégis ugye, mint felkészítő tanár, van-e valamilyen stratégiátok, mi alapján készültek erre a döntőre? Folyamatosan készültünk minden feladatra. Ugyanezt próbáljuk folytatni az országos döntőre és a regionálisra. Ha ott működött, akkor reméljük itt is fog. Egyébként nyilván az már egy elismerés, hogy ilyen sikeres volt a csapat. Ez van valamiféle rivalizálás a különböző szakgimnáziumok között? Érzitek azt, hogy mondjuk nem mindegy, hogy valaki a keleti régióból lesz rendőr, vagy esetleg Dunántúlon tanul hasonló iskolákban? Eddig nem érződött ilyesmi. Na hát majd most, hogyha megnyeritek. Országosan, most kiderül. Akkor elképzelhető. Egyébként számít ez, hogyha mondjuk tényleg a dobogón lesznek a fiatalok, akkor... Persze. Akkor nekik főleg, mert azért nagyon keményen, nagyon sokat készültek rá, meg természetesen az iskoláknak is újabb hírnevet szerzünk ezzel. Hát akkor kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeresek legyetek, és hát azt is, hogy ilyen határozottan induljatok a céljaitokért, és sikeresek legyetek. Egyrészt, másrészt pedig a munkátokkal azért segítsétek azokat is, akik úgy tekintenek a rendőrökre, hogy nagyon jó, hogy ott vannak, mert tényleg biztonságban érezzük mi egyszerű laikusok, járókelők vagy az autóban vezetők. Úgyhogy gratulálunk szívből, és köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük a hívást. Kedves nézők, mi pedig reméljük, hogy kellemesen telt az idejük velünk. Mindenkinek nagyon szép hétvégét kívánunk, és itt a Weekendben legközelebb a jövő pénteken várjuk majd Önöket. Viszontlátásra!